Köszöntöm nézőinket a Pannon Televízió Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Márciusban kezdte meg közös tevékenységét az a hét szervezet, többek között a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, amelyek az idősebb korosztály utazási lehetőségét akarják bővíteni Európában. Az 55 év feletti korcsoport számára alakítanak ki turisztikai csomagot, melyben a kölcsönösség is helyet kap az önkéntességen keresztül. Jelenleg a résztvevő országok egymást tesztelik próbaútjaikon. Milyen lehetőségeik vannak Isztrián az idősebb utazóknak? Ezt mérték fel egy pécsi csoport tagjai. 4 fővel szeptember végén jártunk Isztrián, ami talán a magyar vendégek részére a belső része ismeretlennek tűnik, ugyanis mi kellős közepén voltunk, Pazin nevű településen, ami, hát még egyszer hangsúlyozom, nem nagyon ismert a magyar vendégek előtt, és utána különböző tematikus útvonalakat mutattak be a horvát partnerek, a történelmi nevezetességektől, Pulai amfiteátrumtól kezdve a helyi sonka készítő műhelyig, vagy esetleg a sajt készítő műhelytől kezdve a római kori városromokig, vagy mozaikokig minden. És a 6 nap, hát ebből végül is 2 nap elment utazással, a 4 nap az tényleg egy nagyon kellemes, tele újdonságokkal, tele jobbnál jobb kínálatokkal, a szép váraktól kezdve a szép dolgokig, tényleg a természeti értékig minden, és én nem győzöm hangsúlyozni, hogy az emberi oldal az nagyon-nagyon lényeges, tehát nagyon kedves fogadtatás volt mindenhol, és ami még kiemelendő, hogy hát eléggé, hogy mondjam, talán nem tudom, hogy Magyarországon mennyire, nem ismerem ennyire a dolgokat, de az idegen nyelvű tudás, tehát akár egy tejbemutató, vagy sajtbemutató, vagy akár egy várbemutató, az minden angolul, németül, vagy olaszul. Tehát a kívánságnak megfelelően. Sajnos magyar nyelvű ismertető ezeken a részeken nincs. Annyi történik, hogy folyamatosan most annyit besegítünk, hogy kisebb-nagyobb prospektusok vannak, illetve le lesznek fordítva, hogy az oda érkező magyar vendégeknek valami tájékoztató anyag a kezükbe kerüljön. És hát én csak javasolni tudom, nincs messze, 450 kilométer, nagyon kényelmesen, szinte végig a autópályán, és nem is annyira Horvátország, hanem ez már inkább kicsit Olaszország, egy kicsit Toszkána, és a Pazin nevű település az ugye a geometriai központja a félszigetnek, hát sokat mondok, 45 kilométer, 40 kilométer a tengerpart, tehát ha valaki a tengerbe akar csobbanni, akkor azt is megoldhatja, de vannak hihetetlen felszerelt és hihetetlen kényelmet biztosító apartmanházaktól kezdve szállodákig, minden, tehát minden van, és ami még döntő, megfizethető áron. Önkéntes munkát is végeztek a kirándulásokon túl a magyar nyugdíjasok, ez szintén része a programnak. Elsőként egy kutyamenhelyen voltak, ahol kutyákat sétáltattak, majd egy kiállítás megnyitón segítettek a szervezőknek. Közben Baranyában egy szlovén csoport járt. Igyekeztünk a kötelező látnivalókat természetesen bemutatni, tehát a világörökségi részeket, Zsolnai negyedet. Sétáltunk a Dunaparton Mohácson, voltunk Virányi Borkostolon, és hát megfürödtek a gyógyvízbe Harkányba, és ezek mellett igyekeztünk bele csempészni olyan dolgokat, amik nem annyira felkapott dolgok, tehát voltunk például Mecseknádaston egy mikrosörfőzdébe, elvittük őket Cserkútra, ahol a helyi természeti kincsekből csináltak nekünk egy kincskereső túrát, nagyon élvezték, illetve voltunk biciklizni elektromos biciklikkel az Ormánságba, és Szaporcán egy kis piknikkel vártak minket. Úgyhogy igyekeztünk tényleg mindenféle dolgot belecsempészni ebbe a néhány napba, ami adott volt. Az önkéntes program keretében ők egy idősek otthonában voltak. A 4 fős szlovén csoportnak az egyik tagja egy művész hölgy volt, keramikus, úgyhogy hát agyagozott velük, amit igazán élveztek az idősek, és másnap pedig egy óvodába mentünk, ahol pedig a nagy szerencsénkre a csoport másik tagja gyerekekkel foglalkozó pedagógus volt, és akkor ő tanított nekik egy szlovén kis dalocskát,
és utána természetesen a gyerekek is tanítottak nekik, énekeltek nekik magyarul. Illetve azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon vidám volt a kis szlovén csapat, bár ők kitalálkoztak először ők is, de nagyon összeszokottnak tűntek, és állandóan énekeltek. Az egyik úr hozott magával tangóharmonikát, úgyhogy ők zenéltek, énekeltek minden lehetséges alkalommal, amikor erre módjuk volt. Úgyhogy nagyon-nagyon jól telt el ez a 6 nap, azt gondolom. Most abban a szakaszban vagyunk, hogy ezek a próbautak zajlanak éppen. A szlovének voltak itt Magyarországon, és egészen november végéig ilyen körforgásszerűen a egyes országok is 4 fős csoportjai látogatják a másik országot. A decemberben fogunk összetalálkozni a koordinátorok, és akkor megbeszéljük ezeknek a próbautaknak a tapasztalatait. Ezekből pedig készül egy kiadvány, ahol az 55 év feletti korosztálynak ajánlanak utakat kedvezményesen. A program része, hogy az idősebbekre tekintettel az orvosi felügyeletet is megoldják a célországban. A SORT elnevezéssel futó kezdeményezés Görögországból indult. Magyarország mellett Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovénia és Olaszország is részt vesz a programban egy-egy szervezettel. Vendéglátás, gépipar, bőrművesség. Többek között ezekkel a szakmacsoportokkal ismerkedhettek meg a pécsi ANK iskola végzősei októberben. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az ősszel mintegy 30 oktatási intézménybe látogatnak el. Cél, hogy bemutassák a továbbtanulás előtt állóknak, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Én a vendéglátáson belül a pincér szakmát hoztam bemutatásra. Most a vendéglátáson belül elmehetsz akár pincérnek, szakásnak, cukrásznak, vendéglátóeladónak, vendéglősőképzésre. Így mutatkozott bennél az asztalnál a szakma képviselője. Kertvárosba, az ANK-ba látogatott el ez a pályaválasztás segítő program októberben. Volt olyan diák, aki már kész elképzeléssel érkezett a bemutatóra. Tudta, milyen irányba fog tovább tanulni. A vendéglátói, és azért már sokan mondták, hogy ebben a jártas vagyok, és én is inkább arra fele húzok. Mi tetszik neked ebből a szakmából? Hát igazából a szakács, meg a pincér. Tehát ez a kettő, de amúgy minden. Azt mondtad, hogy van az ismerettségben olyan, aki ilyen helyen dolgozik, tehát ott, hogy is mondjam, ott kaptál ihletet, vagy honnan jött ez? Hát onnan is, meg otthonról is, mert sokat segítek. És mik az elképzeléseid? Ebben az irányba elindulsz, saját étterem, vagy valami, vagy mik az elképzelések? Hát igazából most ilyen lerakom a vendéglátóit, akkor utána egy ilyen tanfolyamra szeretnék elmenni, ami viszont rendezvényszervezői, szóval, hogy akkor az is meg lenne. Szerinted miért fontos szakmát tanulni, illetve továbbtanulás szempontjából mi a jobb? Elmész egy gimnáziumba, vagy elmész szakmát tanulni, mi a jobb? Hát szerintem a szakma az jobb, mivel hogy ugye abba eleve el lehet helyezkedni, és jobb, hogyha legalább 2 szakma van, mert hogyha esetleg az egyikben nem lehet elhelyezkedni, akkor ott a másik. Szóval szerintem a szakma. Hegesztő szimulátor is várta a fiatalokat a bemutatón. Egy komlói gépipari cég is képviseltette magát, méghozzá egy náluk dolgozó egyetemistával. Egy gyakornoki program keretében a duális képzésben vagyok náluk, és azért jöttünk ide a hegesztő szimulátorral, meg egy ilyen fejpajzsal, hogy megszeretessük a gyerekekkel a hegesztést, és kicsit próbáljuk abba az irányba terelni őket, hogy nem csak az egyetem jó, hanem a szakmák is. Miért pont gépipar? Tehát mivel lehet meggyőzni a fiatalokat? Mi vonzó a gépiparban? Szerintem a gépiparban az lehet vonzó a fiataloknak, hogy most már ugye a szakma az eléggé el lett hanyagolva, és most már aki tényleg jó szakember, az elég jó fizetésért tud dolgozni. Másrészt pedig nem egy unalmas munka, hanem mindig kihívásokat tartalmaz. Mindig új kihívások elé állítja az embert. Balázs az egyetem mellett dolgozik ennél a gépipari cégnél. Ez az úgynevezett duális képzés, ami újdonság a képzési palettán. Szerintem sokkal többet jelent. Ugye egyrészt mi is megismerhetjük azokat a cégeket, ahol majd dolgozni fogunk. Másrészt a cégek is megismerhetnek minket, hogy majd a tanulmányunk végén szeretnének-e alkalmazni.
másrészt pedig sokkal gyakorlatilasabb tudást biztosít majd a való életben. A pályaválasztási napot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte. Mintegy 30 oktatási intézményben látogatnak el, hogy a szakmatanulás előnyeire hívják fel a végzős általános iskolások figyelmét. Sikeres vállalkozók, akik egykor szakmunkásként kezdték, de ma már milliárdos beruházásuk van. Álmukat, elképzelésüket minden akadály ellenére sikerre vívő üzletemberek, akik ma utódaiknak adják át cégbirodalmukat. Őket mutatja be a Példakép címen megjelent portrékötet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában. 52 vállalkozóval ismerteti meg az olvasót a kiadvány. Ők azok, akiknek sikeres életútja példa lehet a pályájukat kezdő fiataloknak. A Példakép című kötetet októberben mutatták be a helyi iparkamaránál. Példakép, ezzel a címmel jelent meg pécsi, baranyai vállalkozókat bemutató portrékötet októberben. A könyv szereplői, összeállítói találkoztak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Örülök, hogy ilyen társaságot lehetetek a tagja. Közületek azt hiszem, hogy mindenkit a barátaimnak tekinthetek. Régóta ismerjük egymást. Túl beszavarat, amik aztán azt mondanám, hogy harcos társak, de nem azok vagyunk, hanem mindenki építi a saját párát. Én különleges dolgot nem tudok mondani, hiszen valamennyien a saját példát illető utatokon tapasztaltátok azt meg, hogy hogyan jutottunk el idáig. De amikor a szürke, meg a fekete hajszálak elkezdtek fehérni, és most már tényleg van hasonlat, hogy egyre több a fehér hajú köztünk, de hát ez nem bűn, meg nem is a rossz dolog. Hiszen van mögöttünk valami. Tényleg azt mondani, hogy itt a jelenlévők közül mindenki egy nagyon komoly tartalmas életpályát futott be, és ennek az életpályának még sokáig remélem nem lesz vége, hiszen mindenkinek valami tervei, elképzelései sok a visszavonulás mellett vannak. Gondolom, hogy jelentős kétségekkel, mint jó magam is. Nem tudom, hogy nem vonuljak vissza. A kisfiam már benn van a cégben, és én igyekszek mindig kevesebbet ott lenni. De azért ugye, aki egy vállalkozás felépített, mint is tudjátok, hogy kicsit a saját gyermekek is tekinti azt, amit idáig elkövetett. Így beszélt magáról az egyik vállalkozó, aki az egyik példakép lehet az 52 üzletemberből. Egyik kollégám vetette fel azt, hogy nagy számban élek közöttünk még olyan vállalkozók, akik komoly életpályát tudhattak le, nagyon sok mindent tettek a közért. Ugyanakkor a mai világban is, főleg itt Dél-Dunántúlon a gazdálkodókat, az ilyen vállalkozókat nem igazán becsülik meg, nem igazán állítják a középpontba. Hát ezt hiánypótlásként a kamara megteszi, és 52 olyan vállalkozót mutattunk be a könyvben, akinek az életpályája példaszerű, példaértékű. Ezt a könyvet fel akarjuk használni a pályorientációs munkánkban, tehát a fiataloknak bemutatni, hogy nem egy vállalkozó az szakmunkásként kezdte az életét, és ma már milliárdos üzemet, és adott esetben akár 100 vagy még több kollégával dolgozik. Tehát nyitottak a lehetőségek, annál is inkább, mert hogy figyeljük a fiatalokat, a szakmunkások, ha megkérdezik őket, hogy végzés után mit akarnak, a legtöbben azonnal nyugatra távoznának. A diplomások meg vagy állami alkalmazottak akarnak lenni, vagy pedig multinacionális vállalatnál dolgozni. Ez a kötet szépen bemutatja, hogy bár küzdelem árán, de lehet nagyon szép és teljes alkotó életet élni, úgyhogy nem ez a választás van. A kötet nem csak nyomtatott formában jelent meg, digitálisan is elérhető a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Milyen program alapján képezzék a felnőtteket? Ez a kérdés szerepelt azon a konferencián, amit a helyi iparkamarában tartottak. A felnőttképzés az utóbbi időben visszaesett országszerte. Most az uniós források miatt újabb lendületet kaphat. Ehhez azonban olyan szakmai programokat kell kidolgozni, amik alapján elsajátíthatják az adott foglalkozás alapjait a munkavállalók. Változtatni kellett a felnőttképzési programokon, mivel ezek nem feleltek meg a követelményeknek. Az új képzési tervek, illetve a szakértők tájékoztatása miatt nőtt a felnőttképzési programok elfogadása, mondja a Magyar Iparkamara munkatársa. Megindult a képzési program követelményeknek a készítése,
2014-ben mintegy 20%-os hatékonysággal sikerült képzési programokat készíteni, ami azt jelenti, hogy minden 100-ból mintegy 20 program került be első bizottsági döntés alapján a nyilvántartás rendszerébe. Ma már minden harmadik felnőtt képzési program elfogadható, vagyis ez alapján képezhetőek a munkavállalók. Kedden tartott a konferenciát a témában a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Top programok kapcsán a paktumok keretében most beindulnak ezek az uniós források, amelyek lehetőséget biztosítanak majd az ilyen típusú felnőttképzési programok megvalósítására, és hát én azt gondolom, hogy ez is lehet az apropója annak, hogy most erről a témáról itt beszélgessünk. Az utóbbi években nem jutottak hazai és EU-s források a felnőtt képzésre. Ezek változnak meg mostantól. A felnőtt képzéseken olyan szakmák, foglalkozások sajátíthatók el, mint korábban például a betanított munkások esetében. A szakmunkások továbbképzése is a felnőtt képzés területéhez tartozik. Hogyan hozhatott ki a legtöbbet a networkingből? Erre a kérdésre keresték a választ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara üzletasszony klubjának vendégei októberben. A klub további programokat, előadásokat is tervez az ősz folyamán, mindez a női vállalkozók, üzletasszonyok ismertségének növelésére szolgál. Üzletasszonyok gyülekeztek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál októberben. Találkozót hívott össze a klubjuk, ahol a networkingről hallhattak előadást. Egy nagyon izgalmas témát találtunk, és ez a networking. Szó szerint a kapcsolatépítésről fog szólni, hogyan lehet ezt nagyon hatékonyan csinálni, hogy lesz ebből az egészből üzlet, hogy azon túl, hogy megismerjük egymást, megismerjük, hogy ki mivel foglalkozik, és tudjuk egymást ajánlani a munkavégzésünk során. Mi az a pont, vagy mi az a módszer, amivel azt el lehet érni, hogy mások is ajánljanak minket, mi is őket, és hogy ebből üzlet legyen. Nagyon jó előadót találtunk, tehát a témának egy szakértőjét, Ferling Józsefet, aki több rendszerben is tanácsadóként működik. Ugye egy PR ügynökségük is van, és őt kértük fel trénernek. Az előadás első része fog arról szólni, hogy mi az ő módszertana, hogyan lehet ezeket a tevékenységeket serkenteni, és a második része az egy ilyen interaktív beszélgetés esettanulmányok körül, illetve személyes tapasztalatok vagy személyes korlátok lebontása körül. Van már tervben az következő találkozókon, vagy ezt megadjuk? A következő találkozókra is van már tervünk, ennek a nagy része a nemzetközi női szervezetekkel való együttműködés, a horvát-magyar relációjú női vállalkozókkal való együttműködés, ez egy pályázat keretében fog zajlani, illetve tervezzük, hogy egy közös pályázatot nyújtunk be. Ebben partnerünk lesz a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamarának az üzletasszony klubja szintén, illetve a horvát oldalról üzletasszonyoknak szóló szervezetek. A mai klubülésünk egyébként egy, mint mondtam, összevont klubülés, a Marketing Klub és a Human Erőforrás Klubból is a hölgyeket meghívtuk erre a rendezvényre, nagyon örültek neki, illetve a kamara és a kreatív ipari klaszter, illetve az önkormányzat által koordinált önindító programban végzett kreatív vállalkozó hölgyek is bejelentkeztek. Úgyhogy egyre bővül a kör, akiket ez érdekel, akik szeretnének együttműködni. Lehet-e csak a nőknek szóló tanácsokat adni a networkingről? Ezt kérdeztük elsőként az előadótól. Igazából mindent a nőknek kell elmondani, mert a világot a nők irányítják, és ebben a kapcsolatépítésben, a tudatos kapcsolatépítésben épp az empátiájuk, intuícióik révén ők még hatékonyabbak tudnak lenni, mint a férfiak. Alapvetően mi férfiak tanulhatunk a nőktől. De van a networkingnek olyan gyakorlata, vannak olyan megoldásai, amelyeket kevesen alkalmaznak, még hogyha a készségeik meg is vannak hozzá. Megpróbálunk néhány ilyen receptet megmutatni. Ezek nagyon egyszerű receptek, tehát olyan, mint a krumplileves vagy a mákos tészta, de használni kell őket a névjegykártyától a rövid bemutatkozáson át a prezentációs készségig. Mi az, ami abszolút jellemző a nőkre, tehát pont az ilyen területen vannak-e a nemektől függő különbségek? A nagyon markáns különbségek nem mutathatók ki, igazából a nők könnyedebben használják ezeket, a férfiak esetében néha ez görcsössé válik, de azt is mondhatom, hogy a nők merészebbek. Több hasonló program után mondhatom, amikor olyan
komfortzónán kívüli tanácsokat adunk, hogy mit is kellene megpróbálni, mi lehet hatékony, akkor a nők ezt bátrabban, vagányabban már másnap kipróbálják. És működik. Talán furcsa, amit mondok, de ezzel együtt a nők fókuszáltabbak. Tehát amikor a networkingnek, a working, a munka részét használják, akkor ők pontosan tudják, hogy hova célozzanak. Férfiaknál sokkal jobban elfolyik szét ez a beszélgetés, kevésbé célorientált. Míg pedig a neki buzdulásnál talán fordítva van, de a technikák alkalmazásában a nők nem vesztik el a fonalat. A Kamarai Üzletasszony Klubnak jelenleg 21 tagja van. Számuk azonban folyamatosan bővül, hiszen a találkozókra a tagok elhozzák ismerőseiket is, akik aztán csatlakoznak a klubhoz. A Modern Vállalkozások programjának célja a hazai KKV-k, különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása, valamint innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése. Emellett segítséget kapnak ahhoz, hogy milyen pályázati források bevonásával tudnak elindulni a fejlődés irányába. A projekt által nyújtott kedvezményekről és lehetőségekről a tájékoztatást a november 23-ai Szigetvári és a november 30-ai Siklósi Információs Nap, melyek a megyében a vállalkozások számára szervezett 6 rendezvényből álló sorozat állomásai. A rendezvények közvetlen kapcsolatépítési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődők számára. Jelentkezés a www.vállalkozzdigitalisan.hu. Széchenyi 2020 készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!